omladozik a nyugdíjrendszer. De ez ma már szinte közismert. Nem erről fogunk beszélni, hanem arra, hogy milyen megoldásokat találhatunk erre az élethelyzetre egyéni szinten. Ha nyugdíj célra szeretnénk megtakarítani, akkor több lehetőség áll rendelkezésre. De mielőtt ezt megnézzük, nézzük meg, hogy egyáltalán mi az az összeg, amit félretehetünk, hogyan gondolkozzunk reálisan a nyugdíj célú megtakarításunkat illetően. Van egy bizonyos megtakarítható összegünk, ezt érdemes felosztani. Alapvetően nem a nyugdíj célú megtakarításokkal szoktuk kezdeni. Hogyan vágjunk bele? Ha megtakarítunk, akkor nagyon fontos, hogy több részre osszuk a pénzünket. Először is legyen mindenképpen egy kisebb összeg, ami a vésztartalékokat szolgálja, ez jellemzően 3-6 hónapnyi kiadásunkat kellene, hogy fedezze. Emellett szükségszerű félretennünk közép-hosszú távon, 2-3-5 éves időtávon finanszíroznunk kell majd lakáscélokat, autóvásárlást, stb. Egyéb kiadásokat. Fontos, hogy ennek is meglegyen az alapja, és csak ezután jöhet harmadik elemként a nyugdíj célú megtakarítás, hiszen ez egy hosszú kötött megtakarítás, amihez nehezen lehet hozzáférni. Az alapelv tehát az, hogy legyen meg az első és a második szintű megtakarításunk, és ezután kezdjük el a nyugdíj célú megtakarítást. Ha már látjuk, hogy hogyan és mennyit tudunk megtakarítani nyugdíj célra, ekkor tudjuk megvizsgálni azt, hogy mégis mibe tegyük bele. Három olyan termék van, amit az állam támogat adókedvezménnyel. Ez az önkéntes nyugdíjpénztár, a nyugdíj előtakarékossági számla és a nyugdíjbiztosítás, ami egy Unit Link terméknek a nyugdíjbiztosítási megvalósulása, egy életbiztosítási szerződés. Ezt a hármat fogjuk áttekinteni. Hogy mit kell elsősorban megvizsgálnunk? Ne kell néznünk azt, hogy milyen költségekkel jár az adott megtakarítási forma, mennyire hozzáférhető az adott megtakarítási forma, és ebből adódóan milyen értéket teremt számunkra. Nézzük a költségeket. Alapvetően az életbiztosítási formában megvalósuló megtakarítás az egyik legdrágább megoldás. Itt a kedvezőbb költségelésű termékek is olyan 2-2,5%-tól indulnak fölfele, mint éves költségterhelés. Mit jelent az éves költségterhelés? Ez gyakorlatilag a mi hozamunkat csökkenti. Tehát, hogyha van 6%-nyi hozamunk, és ehhez párosul 2,5%-nyi költségterhelés, akkor ez azt jelenti, hogy mi vagyunk 3,5%-kal nőtt. A másik két alternatívánál, az önkéntes nyugdíjpénztár és a nyugdíj előtakarékossági számlánál a költségterhelés 1% körül van, tehát kevesebb, mint a fele az életbiztosítási, a nyugdíjbiztosítási megoldásoknak. Itt tehát 1,5-2%-nyi pontnyi költségelőnyünk van, azaz ennyivel lesz több a hozamunk. A költség és a hozam összefüggés egyik legfontosabb dimenziója, hogy mi az a hozam, amit a befektető lát. Amikor egy-egy terméket bemutatnak neki, és megmutatják, hogy az adott eszközalapnak, az adott befektetési alapnak milyen a hozama, akkor az nagyon nagy kérdés, hogy az az ő hozamával megegyezik, vagy még az a költségek levonása előtti hozam. A rossz hír az az, hogy jellemzően a költségek levonása előtti hozam. Nem is lehet a költségek levonása utáni hozam például a nyugdíjbiztosításban, vagy a Unit Link biztosításban, hiszen minden egy adott szerződésen belül jellemzően minden évben más és más a költséghányada, amit levonnak az adott ügyféltől. Tehát alapvetően ott a befektetési hozamot mutatják meg, és amikor én ránézek, hogy az elmúlt 8 évben átlagosan elért hozam 8,5%, ami ma nagyon szimpatikus, akkor azt kell mondani, hogy ez szép, de mekkora költség tartozik hozzá az egyes években. Most ez az, ami nagyon fontos, hogy lássuk, hogy amit megmutatnak nekünk hozam, az a mi hozamunk, vagy a befektetés elért hozama, amit még csökkentenek a költségek. Miért fontos a költség és a hozam hatás? Alapvetően azért, mert különösen a hosszú távú megtakarításoknál a valós értéknövekedés az az infláció fölött elért hozam. Mennyi lehet az infláció fölött elért hozam? Hogyha nem extrém kockázatban gondolkozunk, hanem közepes kockázatban, akkor jellemzően a pénzügyi történelem könyvekből azt lehet kiolvasni, hogy 2-2,5-3%-nyi hozamot tudunk elérni az infláció fölött. Na már most, hogyha ugyanekkor a költség kapcsolódik a termékhez, akkor ez azt jelenti, hogy az mi forintjaink egyetlen egy fillérrel sem fognak vastagodni a megtakarításba, tehát
mindenképpen fontos lesz, hogy alacsony költségű megoldásban tudjunk gondolkozni. Nézzük meg a hozzáférhetőség kérdését. Minden hosszú távú megtakarításnak vannak hozzáférési korlátai. Ez alapvetően kapcsolódik egyrészt az adókedvezményhez, ami jellemzően 20%-os mértékű, azaz adott évi befizetés összegére vetítve kapunk 20%-nyi adó visszatérítést az államtól. Ez jellemző mind a három termékre, viszont ezért az adó kedvezményért elvárja a kormányzat, hogy a mi nyugdíjmegtakarításunk az hosszú távon legyen lekötve, és valóban nyugdíjcélra legyen felhasználva. Ha hozzányúlunk ehhez a pénzhez bármilyen ok miatt ebből el kell vennünk, és át kell tennünk ide, fel kell használnunk rövid távon, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy az addig megszerzett adóelőnyt, állami hozzájárulást részben, egészében fel kell áldoznunk, tehát egy jelentős áldozatot fog jelenteni. Ez az adóoldali áldozat. Van még egy áldozat azonban, ami viszont már csak az egyik termékre jellemző, a nyugdíjbiztosításra, ahol a befizetett tőkénkből is vehetnek el, sőt, jellemzően vesznek el, de ez konstrukciófüggő, hogyha 10 évnél korábban nyúlunk hozzá, akkor az időtáv függvényében az első években még jelentős mértékben, akár a befizetett tőkénknek a 40-50%-át is elveheti a szolgáltató, hogyha mi ki szeretnénk vonni a teljes befizetésünket, míg a későbbi években ez lecsökken 0-10% közé, és ez egy folyamatosan csökkenő vonal. Nagyon fontos, hogyha valaki ilyen biztosítást köt, akkor tisztában legyen a befizetett pénz hozzáférhetőségével, és tudja azt, hogyha most elindítja, és 5 év múlva hozzányúl, akkor mennyit fognak levonni tőle, ha 8 év múlva hozzányúl, akkor mennyit fognak levonni, és ha 10 év múlva, akkor mennyit fognak levonni. Alapvetően ezeket a szempontokat érdemes figyelembe venni, amikor terméket választunk. Mekkora a költsége, milyen a hozzáférhetősége, hogyha valami gond van, és hozzá kell nyúlnunk a félretett pénzhez, és alapvetően be kell tudni lőni, amiről eddig még nem beszéltünk, be kell tudni lőni, hogy a mögöttes megtakarítás az egyes megoldásokban milyen befektetési formát nyerjen, ki kell tudnunk választani a kockázati szintet, hogy mérsékelt, közepes vagy esetleg magas kockázatú befektetést válasszunk az adott megtakarításhoz. Ez azonban már egy másik téma, hogy hogyan válasszuk ki a kockázati szintet. Azt gondolom, hogy ez sem egy ördöngös téma, fontos megismerni azt, hogy mit választunk a megtakarításunkhoz, de ez már ténylegesen egy másik kérdés.